Orbán Viktor a koronavírus miatt kialakult gazdasági válság kezelésének egyik legfontosabb eszközeként kezdett beszélni, egy régi kormányprogramról, amiről az elmúlt 1-2 évben kevesebbet hallhattunk, a közmunkáról. Orbán azt mondta, annyi munkahelyet teremt majd, amennyit a vírus elvesz, majd a közfoglalkoztatottak megduplázásáról beszélt. A közmunkaprogramokban az elmúlt időszakban nagyjából 100 000-en vettek részt, látványosan kevesebben, mint néhány évvel ezelőtt. A közfoglalkoztatás az Orbán kormány egyik legvitatottabb közpolitikai programja. Ellenzéki politikusok és különböző szakértők, közgazdászok, szociálpolitikusok egyaránt kritizálják. Leginkább azért, mert a foglalkoztatottsági statisztikák kozmetikázásaként értékelik. Ugyanis aki 3 hónapot közmunkázik egy évben, már az sem számít munkanélkülnek. A közmunkások miatt volt Magyarországon a koronavírus megjelenése előtt szinte teljes, nemzetközi viszonylatban is kiemelte jónak látszó foglalkoztatottsági szint. 2018-ban Magyarország az Eurostat által is használt adatok szerint 3,7%-os munkanélküliségi rátával az Unió élmezőnyében állt. Viszont ha a közmunkásokkal nem számolnánk, amit az indokol, hogy a státuszuk, éves jövedelmük inkább a munkanélküliekhez áll közelebb, mint sem az átlag magyar dolgozóhoz, szóval akkor már csak az uniós átlagot érné el a magyar foglalkoztatottsági szint, nagyjából 7% lett volna. A közmunka másik gyakori kritikája, hogy nem tölti be a funkcióját, vagyis azt, hogy a programban résztvevők aztán az úgynevezett elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedjenek, vagyis piaci körülmények között állami háttér nélkül is munkához jussanak. Sőt, valójában a kutatások azt mutatják, hogy minél többször közfoglalkoztatott valaki, annál kisebb az esélye, hogy elhelyezkedjen. Például 2013-ban már a közfoglalkoztatottak több mint fele úgynevezett ismétlő, vagyis a közmunkaprogramból egyszer már kilépett vagy kiesett, majd újra visszakerülő polgár volt. Az előbb felsorolt kritikák teljesen jogosak, a statisztikák igazolják a fentieket. De egyvalójában mégis tévesek ezek a megállapítások. Úgy kezelik a közmunkaprogramot, mintha téves lenne egy elhibázott program, és nem veszik figyelembe, hogy mi a közmunkaprogram valódi célja. Az, hogy egy olyan munkavállalói tartalékserget képezzen, ami a felívelő gazdasági ciklusok idején ellátja az ipart olcsó munkaerővel, válság esetén pedig kontrollat tartja ezt az úgynevezett munkaerőfelesleget, állami felügyelet tartva ezeket az embereket egy, az életben maradáshoz éppen, hogy elégséges jövedelmi szinten. A közfoglalkoztatás valójában nem egy magában lebegő állami rendszer, nem csupán egy rossz politikai eszköz, hanem a kapitalizmus ciklusaihoz igazodó, a gazdaságba beágyazott rendszer. Ma alaposabban körbejárjuk a közmunkarendszerét. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Napi Partizán. Kezdünk! A legtöbbször csak a 2010 utáni NERT azonosítjuk a közmunkával, pedig a közfoglalkoztatást, mint országos foglalkoztatási programot még Gyurcsány Ferenc vezette be 2008-ban. Nem véletlenül a Gyurcsány példáján tekintett Tony Blair és az úgynevezett harmadik utas baloldal élen járt abban, hogy a segélyezést az ilyen programokkal váltsák fel. Menni kell, dolgozni kell, nekem is dolgozni kell. Gyurcsány miniszterelnöksége alatt kidolgozták, majd a megfogalmazódott szakmai érvek ellenére 2009. január 1-ével elindították az első nagy Út a munkába programot, amely jelentős változásokkal idén is folytatódik. Az első nagy léptékű nyílt közmunkaprogram terveit 2008. áprilisában jelentették be, a következő év első napjától pedig már működésbe is lépett. A program nem volt sikeres, abban az értelemben, hogy a célcsoport nem került vissza a munkaerőpiacra. A programból kikerülők majdnem fele a jóléti rendszer egyéb szegmensébe került át. A programot a második legtöbben pedig azért hagyták ott, mert kizárták őket a közfoglalkoztatás lehetőségéből. Többségüket véletlenül azért, mert nem vállalták a közcélú munkában való részvételt, vagy fegyelmi vétséget követtek el a foglalkoztatások idején. 9,8% volt csak azoknak az aránya, akik azért kerültek ki az ellátásból, mert el tudtak helyezkedni, munkát találtak az elsődleges munkaerőpiacon, illetve 1,5%-nyian voltak, akik átléptek az oktatási rendszerbe. Ez csak a tizede az összes résztvevőnek, miközben a közfoglalkoztatás rendkívül drága volt. Az Út a munkához programra fordított források elérték majdnem a 100 milliárd forintot, pedig bejelentéskor az eredeti tervek szerint 48,8 milliárd forintot szánt rá a költségvetés. Bas László szociálpolitikus az Út a munkához program értékelését így foglalta össze.
A közfoglalkoztatásba bevontak döntő többsége azok közül kerül ki, akik a korábbi években is csak ilyen módon jutottak munkajövedelemhez. Tehát a program új embereket a célja ellenére nem ért el, csak a teljesen kilátástalan helyzetben élő emberek, az alacsony végzettségűek, a legkisebb települések lakói, a romák, a hosszú ideje munkanélkül lévők kerülnek be a közfoglalkoztatás rendszerébe, illetve csak ők hajlandók vagy kénytelenek élni ezzel a lehetőséggel. A közfoglalkoztatásban való részvétel egyértelműen akadályozza a munkaerőpiacra való visszakerülést. A rendszer konzerválja az emberek munkaerőpiaci hátrányos helyzetét, még a fekete munkából is könnyebb belépni a tiszta munkaerőpiacra, mint a közfoglalkoztatásból. A települési önkormányzatok nem tudnak értelmes feladatot adni az embereknek, a foglalkoztatás járulékos költségeit sem képesek biztosítani, úgy mint az eszközöket, a szükséges anyagokat, a munkavédelmi szempontból szükséges körülményeket, az adminisztrációt és így tovább. Vagyis az önkormányzat humán erőforrásai alkalmatlanok ilyen méretű munkaadói szerepkör ellátásához. Filó Pál az MSZP képviselőjelöltje. Közmunka a hátrányos helyzetűeknek. Miért munka? Miért nem segély? Miért nem segítség? Hát azért, mert az emberek nem szeretik azt, hogyha segélyeken, úgymond koldulásból kell élniük. Ez nem koldulás, sokan postás hozza. Hát a postás hozza, de az emberek többsége azért szeret dolgozni. Uh-huh. És azért el kell, hogy mondjam, hogy a közmunka egy olyan területe a munkavégzésnek, ahol elsősorban azok az emberek kapnak munkát, akik egyébként a munkaerőpiacon nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni. És ha ők itt ülnének most az én helyemben, és megkérdeznék tőlük, akkor egyértelműen azt mondanák, hogy nagyon jó, hogy van ez, hiszen újra van értelme az életemnek, nem egész nap otthon ülök. A közpolitikát megalapozó érvek és elvek változatlanok maradtak a kormánytól függetlenül. A különbség annyi, hogy 2011 után Orbán még erősebben tolta végig azt, amit Gyurcsány elkezdett. Meg háromszorozódtak az erre a célra fordított költségvetési források is, illetve a közfoglalkoztatottak száma is. A rendszert Molnár György közgazdász több cikkben is bemutatta. Megállapításai ugyanazok nagyjából, mint amit a 2010-es közfoglalkoztatást vizsgáló kutatások tettek. A közmunka csapdába zár, elkülöníti a szegényeket a munkaerőpiacról, bebetonozza a helyzetüket, és emellett még rendkívül drága is. Tehát kormányokon átívelt az az úgynevezett work fair, vagyis munkaalapú társadalom szemlélet, ami ahelyett, hogy a humán tőkével fektetne pénzt, és a hozzáférhető, jó minőségű oktatás segítségével felemelni, és a munkaerőpiacon is értékessé tenni a szegényeket, inkább évről évre egyre több milliárd közpénzt szór el haszontalan, megalázó, stigmatizáló feladatokra. Az állam nem felzárkóztat, hanem kötelez, kontrollál és büntet, és finanszírozza az ezzel foglalkozó bürokráciát. A NER-ben egyetlen közmunkás foglalkoztatása havi 122.000 forintba került a kormánynak, de a munkás ebből csak 47.000 forintot kapott meg. A többi arra ment el, hogy megszervezzék és ellenőrizzék, adminisztrálják a sok esetben teljesen értelmetlen közmunkát. Tehát minden egyes közmunkás után többet költött az állam magára, mint a közmunkás bérére. Ha azonban sikertelen a program, akkor Orbán mégis miért folytatta? Erre az lehet a magyarázat, hogy pontosan látta, hogy ha nem is éri el a kívánt, a kommunikált célt, funkciója nagyon is van ennek a programnak. És naivitás lenne azt gondolni, hogy ez nem játszott szerepet Gyurcsány Ferenc idején. Nevezetesen, hogy a közmunka a munkaviszonytól teszi függővé a közösséghez való tartozást, az elismerést. Csökkenti a munkaerőpiacról kiszorultak jövedelem kiesését úgy, hogy nem a segélyezési rendszer terheli. Rendben tartja, kontrollálja a szegényeket, individualizálja a szegénység okait. Azaz, hogy akkor végre magyarul is kimondjam a lényeget, a nem akar dolgozni, kötelezni kell rá, vélekedést erősíti a társadalomban, ami egyszerű bűnbakképzés. Falat emel az egymáshoz egyébként gazdasági társadalmi távolságban közel álló munkásosztály, valamint a náluk rosszabb státuszban lévők közé, így kiátszva egymás ellen a különböző csoportokat, ellehetetlenítve az osztály koalíció lehetőségét. Ennek a szemléletnek a hazai gyökerei majd 100 évvel Gyurcsány Ferenc kormányfősége előtti időkből erednek, a fasiszta Kömbös Gyula kormányának időszakából. Szikra Dorottya szociálpolitikus írta meg 2011-ben egyik elemzésében, hogy a közmunkaprogram előképe egyértelműen Gömbös Gyula 1932-es nemzeti munkaterve, és ezt eleinte a Fidesz nyíltan vállalta is, hiszen ugyanez volt a címe, az átfogó, teljes foglalkoztatási megújulást hirdető programjának. Igaz, mikor megírta a sajtó, átírták a címét, magyar munkatervé. Az a Gömbös Gyula volt tehát a példakép,
aki antiszemita pártalapító volt, és Magyarországot Mussolini és Hitler példáját követve próbálta átalakítani. Mit értek én magyar föltámadás alatt? Értem a békék revizióját, értem a minden napi kenyér megteremtését mindenki számára. Értem a föltámadás alatt azt az öncélú nemzeti politikát, amelynek fontosságától minden magyar embernek egyformán át kell hozhatva legyen. Gömbös Gyula ugyanis az 1920-as években egyértelműen a jobboldali radikalizmus egyik vezér alakjának számított. 95 pontból álló munkatervet hirdetett meg, hatalmas kampánnyal kísérve, nemzeti munkaterv néven. A továbbiakban Gömbös szociálpolitikai reformokkal próbálta megerősíteni a helyzetét, erőfeszítései azonban nem igazán hozták meg a kívánt eredményeket. A Gömbös által produktív szociálpolitikának nevezett irány a korábbi, szétaprózott, helyi szinten kezelt és helyi adókból finanszírozott ínségmunka helyébe lépett, azt központosítva, leváltva ezzel a különböző földesről a kinyitől, kedvétől függő ínségmunkát és országos programmá emelve, állami kontroll alatt tartva azt. De a lényeg nem változott. Ébérért dolgoztatták a legnyomorultabb helyzetűeket, de már állami támogatással. Hasonló reform ez ahhoz, amit az Orbán kormány a közmunkaprogrammal művelt 2010 után. Akkor az előd a Gyurcsány kormány által meghirdetett út a munkával program teljesen elfordult attól a korábban uralkodó nézettől, hogy a külső körülmények, gazdasági visszaesés, az oktatási rendszer elégtelen működése a felelősek a tömeges munkanélküliségért. Helyette az egyéni lustaságot, illetve a segélyezési rendszer elégtelen működését hibáztatták, és olyan programot dolgoztak ki, amely a helyi önkormányzatokra hárította a közmunkák megszervezését, méghozzá úgy, hogy az aktív munkaerőpiaci politikákra nem szántak többletforrásokat. Orbán nemzeti munkaterve és Gömbös nemzeti munkaterve ugyanúgy központosított egy rossz, embertelen rendszert. Még a kontroll intézménye is ugyanaz volt, az 1940-ben megkérdetett produktív szociálpolitikai programot és a 2010 utánit is az elvileg nem szociális, hanem rendvédelmi funkciókra kijelölt belügyminisztérium irányította. Másik hasonlóság 1940 és 2010 között, hogy támogatást, vagyis közmunkát csak az kaphatott, akinek rendben volt tartva a háztartása és politikailag megbízható. Épp egy ilyen szigorítással módosítottak a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet során a közmunkaprogramokon. Csak az kaphat közmunkát, akinek nem, idézem, rendezetlen a lakókörnyezete. A javaslat lényegében változatlanul megismétli azt a korábbi törvényt, amelyet 2017-ben az Alkotmánybíróság már megsemmisített, de a kormány most újra próbálkozik. Látszik, hogy mennyire fontos nekik ez az elem. Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn egy lakossági fórumon dicsérte a közmunkaprogramot. Azt mondta, aki részt vesz benne, nem sok kedve marad lopni. 170-180 ezer ember van közmunkában. Akinek reggel 6-kor el kell mennie melóznia, és mondjuk Hegedűs Laci dolgoztatja itt a Hódmezővásárhelyi Városházán, annak délután 3-kor már nem sok kedve marad, hogy elmenjen lopni. A közmunkának ez a felfogása egy politikailag jól eladható látszatintézkedés. A súlyos társadalmi konfliktusok, egyenlőtlenségek enyhítése és a társadalmi kirekesztés kezelése helyett a politikai hatalom gyakran nyúl a társadalmi devianciák feletti társadalmi kontroll kiterjesztéséhez, legyen szó a szigorú büntetéseket alkalmazó büntetőpolitikáról, vagy a társadalom peremén élők megregulázásáról, például a segélyen élők közfoglalkoztatásba tereléséről. A célja, hogy rendetlenek mutassa be a legkiszolgáltatottabb helyzetben élőket, akiknek ilyen szankciók kellenek, hogy tisztán tartsák a környezetüket. Ezzel érdemtelennek bélyegzi őket, akiknek nem is jár rendes munka, hiszen még a saját udvarukat sem tudják rendben tartani. Ez a rendetlen, állami munkát kunyeráló kép már a szegénység etnicizálásának az eszköze. Azaz, hogy a cigányságról kialakult és rendszeres politikai marketinggel fenntartott képet összekössék a közmunkásokkal. A közmunkarendszere ezen felül megerősíti a tartós munkanélküliség és az etnikai különbségtétel kapcsolatát. A munkanélküliséggel kapcsolatos feszültségeket az etnikai különbségek nyelvére fordítja át, azaz a tartós munkanélküliség problémáját látszólag cigány problémává alakítja. Magyarán a rezsim az uralma alá hajtja a közmunka világába egyszerre bevont és közben meg is bélyegzett, az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult tömeget. Így az osztálykülönbségek
faji különbségeknek látszanak. Sok társadalmi közegben, például a magyar falvakban, többnyire az számít cigánynak, aki ezt az előnytelen pozíciót foglalja el. A cigány-magyar különbségtétel tehát az osztálykülönbségekhez kötődik, amely pedig elsősorban a foglalkoztatottság jellegével függ össze. És ez nem magyar sajátosság. Elég csak az Egyesült Államok fekete közösségére gondolni, akik rosszabb környékeken, rosszabb lakásokban, rosszabb munkalehetőségekkel, rosszabb életet élnek, mint fehér honfitársaik. A gazdasági különbségek, etnikai különbségek formáját öltik, ezzel elrejtve a rendszer valódi mozgatórugóját, a termelésben, a munkaerőpiacon elfoglalt pozíciót. Faji határ képződik a formális foglalkoztatásban résztvevők és az azon kívül, vagy abban csak időszakosan tevékenykedő tömegek között. So that when you talk about the masses of black people, the precious poor and working class black people, poor and working class brown, red, yellow, whatever color, they're the ones who are left out and they feel so thoroughly powerless, helpless, hopeless, then you get rebellion. And we've reached the point now, it's a choice between non-violent revolution. And by revolution, what I mean is the democratic sharing of power, resources, wealth, and respect. If we don't get that kind of sharing, you're going to get more violent explosions. Ami közös az amerikai és a magyar helyzetben az az, hogy a rendszer mindkét helyen másoknak és más érdemlőknek mutatja be az állami programok által érintett csoportokat. De, és itt tévednek sokan a magyar közmunka kritikusai közül is, a feleslegesnek bélyegzett népesség nincs kizárva a kapitalista termelés egészéből, csupán annak kedvezőbb részéből, formális, stabil bérmunka világából. Ahogy a helyzetműhely kutatása írja, valójában ez a népesség éppen a kirekesztődésén keresztül részese a kapitalista termelésnek, a munka olcsó, könnyen mozgatható és kizsákmányolható tartalékseregeként. Ez nálunk is így van, elég ha csak az időszakos mezőgazdasági vagy építőipari munkákra gondolunk, amelyben a cigányság mindig is felülreprezentált volt. Ennek a tartalékseregnek a faji vagy etnikai hovatartozása igazolja alávetettségüket, megszilárdítja az osztályhatárokat, leválasztja őket a dolgozók között esetlegesen kialakuló szolidaritási közösségből. Ha a szomszédunk, akit ismertünk, kedveltünk, néha szóba legyettünk vele és nála tartottuk a pótkulcsot a lakásunkhoz, elveszti a munkáját és közmunkára kényszerül, sajnáljuk, mert közünk való. Ha viszont a szomszéd cigány, akit gyanakodva figyelünk, akkor ha észre is veszünk, hogy elvesztette az állását és kénytelen rosszabb minőségű munkát, alacsonyabb bérért végezni, és látjuk, hogy lecsúszik már, nem érezzük a szolidaritást, hiszen nem közünk való. Ez a gondolat húzódik meg a szegénység, a kirekesztettség etnicizálása mögött. Az osztálypozíció etnicizálódása a kapitalista társadalmak szükséges velejárója. A rendszernek kell alávetett munkaerő, a tartaléksereg. A tőke folyamatos felhalmozásához ugyanis le kell szorítani a munkaerő újratermelésének költségeit, egyébként mellett a béreket is. A profittermeléshez szükséges az olcsó és a termelés ciklikussága szerint mozgósítható munkaerő, amely nem tagozódik be teljes egészében a formális bérmunka rendszerébe, így szükség esetén a bérezése is megspórolható, nem a tőkét terheli. A tőkefelhalmozás biztosítása céljából tehát mindig létrejön a teljesítmények és a bérezések hierarchikus rendszere, ami kijelöli azt a népességet is, amely a foglalkoztatási és a bérskála alján helyezkedik el. Vagy éppen a munka tartalékseregét képezi. A rasszizmus pedig az az ideológia, amely igazolja, hogy miért a népesség bizonyos szegmese tölti be ezt az alávetett pozíciót. Ha nem fogjuk a cigányságot jobbútra terelni, munkához juttatni, előbb-utóbb elfogy a magyarságnak a türelme, és ebből polgárháború lesz. Nagy baj van, tehát én nem győzöm hangsúlyozni. Álljanak ki, és álljunk össze, és kérjünk bocsánatot. Nem azért, mert kollektív bűnösséget akarok felismerni, hanem azért, mert gáz, ami történik. Jól látjuk, hogy a gazdaság egészéhez hogyan kapcsolódott a magyar tartaléksereg, azaz a közmunkában foglalkoztatottak. Ahogy a konjunktúrának, vagyis a gazdasági felévelésnek szüksége volt az elsődleges munkaerőpiacon üresedő állások betöltésére, úgy szívta el a közmunkásokat az állami rendszerből. És most, hogy gazdasági válság van, elküldi őket, és mehetnek vissza. Az elmúlt időszakban a kormány a munkaerőhiány miatt a munkaadók nyomására döntött úgy, hogy csökkenteni kell a közfoglalkoztatottak számát. Elfogadták azt a munkaadói szervezetektől indult hipotézist, hogy főleg az idény munkák idején a közmunka csak növelte a munkaerőhiányt.
Félreértés ne essék, lehet jól csinálni a közmunkát. A célja sokféle lehet, nem csak negatív oldala van feltétlenül. Lehet például eszköz a szegénységenyhítésnek, vagy a munkaerőpiaci integrációnak. A szegénységenyhítés során az elsődleges cél a megélhetés biztosítása, valamilyen állam által nyújtott közcélú munkalehetőség elvégzése által. Ez a cél többnyire mély szegénységben élők, vagy tartósan munkanélküliek megsegítését szolgálja, akik nem tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, az ő létjogunk körüli életszínvonalok biztosítását jelenti. Ebben az esetben nem cél a munkaerőpiaci integráció, nem cél, hogy a közmunka csak ideiglenes legyen egy út a munkába. És valójában ebben a tekintetben Orbán közmunka programja perverz módon sikeres is volt. A G7 ábráján látszik, hogy több fontos szegénységi mutató alapján is csökkent a szegénység Magyarországon 2010 és 2018 között. Ugyanakkor a relatív jövedelmi szegénység nőtt a foglalkoztatottak körében 2018-ban. Ennek értéke 8,4% volt, ami azt jelenti, hogy ennyi dolgozó ember élt olyan háztartásban, ahol a háztartás egy fogyasztási egységre eső, szociális juttatásokkal együtt számított jövedelme nem érte el a medián jövedelem 60%-át, ami 2018-ban havi 55.987 forint volt. A relatív szegénység azt jelenti, hogy a társadalom többségéhez képest szegény valaki, azaz kevesebbet keres, mint egy átlagos dolgozó. Így a relatív szegénység emelkedése azt mutatja, hogy bár sokan kerülnek ki a nélkülözők közül, ők csak egy hangyányival kerülnek jobb helyzetbe. A többségi társadalom életszínvonalát nem érik el. Azonban ha az a cél, hogy a munkaerőpiac teljességű tagjai legyenek azok, akik közmunkában részt vettek, nos erre alkalmatlan rendszer. Meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy igazi változás csak kitartó apró munka és egy eddig a hazai szakpolitikákban nem igazán látott megközelítés hozhat, amelyben a támogatás és az álláskeresés követése, az emberi erőforrásba, humán tőkébe történő befektetés együttesen lesz jelen az állami foglalkoztatás politikában. Ennek lehetőségét a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat hálózatának és működésének fejlesztése, az önkormányzatok és a munkaügyi hálózat kapcsolatának megerősítése, a fejlesztéspolitikai, a szociálpolitikai és a foglalkoztatás politikai eszköztár összehangolása teremtheti meg. Ugyanakkor ez is csak a piaci igények kiszolgálását jelenti. Ha valódi változást akarunk, akkor az emberek különböző igények kielégítését egyre inkább más formában, a kapitalista logikán kívül kell megoldanunk. A válságok, különböző fel- és leívelő gazdasági hullámok ellen csak így védekezhetünk. Ferges Zsuzsa 2008-ban írta a következőt Gyurcsány közmunka programjáról, ami a mai napig érvényes. Be kellene látnunk, hogy a munkaerő piacunkról évekkel ezelőtt kiszorult, azóta jó rész falusi gettókba kényszerült százezrek aktivizálása nem olyan feladat, amely néhány kormányrendelettel megoldható volna. A kapitalizmus egyik legmélyebb ellentmondásáról van ugyanis szó. Ez volt már a napi Partizán, ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt a komment szekcióban várjuk a visszajelzésedet. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, kövess minket Facebookon, vagy csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig van lehetőséged, kérek szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkjét szintén a leírásban megtalálod. Holnap érkezik hozzánk Kálmán Olga egy exkluzív interjúra, amit az elmúlt időszakban senki másnak nem adott. Nos, holnap fog nálunk először beszámolni arról, hogy az elmúlt egy évben mióta visszalépett, pontosabban belépett a nagypolitikába, milyen tapasztalatokat szerzett. Szerdán érkezik hozzánk Böcskei Balázs és Tóka Gábor, és egy legfrissebb kutatást fogunk majd elemezni arról, hogy mégis mit várnak el a választók az ellenzéki pártoktól, milyen együttműködéshez, hogyan viszonyulnak. Csütörtöktől pedig indul a pandémia okozta színházi találkozó, vagyis a Partizán online színházi seregszemléje. Idén elmarad a POSZT, vagyis a Pécsi Országos Színházi Találkozó. Ehelyett szervezzük meg ezt a beszélgetés és vita sorozatot, amelyben rendkívül széles spektrumból hívtunk el különböző színházi szakembereket, hogy megvizsgáljuk, milyen ellentmondások és konfliktusok feszítették a színházi szakmát a járvány előtt, és milyenek feszítik most a járvány után. Ezekkel a programokkal készülünk nektek a hétre, holnap is este 6-kor érkezem. Munkatársaimnak köszönöm szépen a figyelmedet, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.